idő. Kértem, hogy maradj, azért is nem. Utcákon sétáltunk sokat, elmondtad minden gondodat, akkor még azt hittem, hogy mindig így marad, azért is nem. Szép volt a tegnap, képzeltem minden szépet, elmondtam neked, azért is nem. Megtartottam magam neked, azóta meg sem kérdezed, mi történt, hol voltál, szeretni tudsz-e még, azért is nem. Szép volt a tegnap, azért is nem. Kedves nézőnk, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. Ma egy kicsit jubilálunk, egy kicsit más lesz a műsor, hiszen kettő vendégem is van, Szűcs István és Sárközi Anita. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nem csak jubilálunk, hanem könyvről is beszélgettünk, koncertről is beszélgettünk, és ugye elmondhatom, hogy hát ugye egyenesen Újpestről egy újpesti művész van itt, és az ő vendége, illetve a mi vendégünk Sárközi Anita. Így van. Kezdjük az elején, jó, december 17-én lesz egy szuper koncert az Ifjúsági Házban. Reméljük, akkor, hogy szuper lesz. Jó, akkor erről gyorsan egy pár igen. mondatot, jó? Hát a könyvnek a bemutatója igazából, tehát 60 év feketén-fehéren, és meghívtam az összes olyan kollégámat, akivel én az elmúlt 30-40-50 évben dolgoztam. Akkor többen lesznek a színpadon, mint a nézőtéren? Hát sajnos lehet ez a, igen, a mai világban, úgyhogy... Úgyhogy ez egy nagyon szép koncert lesz, az első részében beszélgetünk, és ezeket a különleges vendégeket behívom, és egy-egy dalra fogunk fakadni. Aztán egy kis szünetet tartunk, hogy mindenki a hasát és a büfének is legyen valami kis dolog, és utána meg egy kormorán koncert lesz egy 60 perces a második félvonásban. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy lesznek a színpadi szerzeményekből, a filmzenékből, illetve a rock musicalekből is lesz, vagy kormorán lesz csak, és ahhoz csatlakoznak a művészek. Szóval az ekkora életpályát hogy lehet csak egy estébe bemutatni? Hát igen, akkor egy ilyen 7-7-es lenne, ha mindenből akarnék, de igyekszem. Tehát lesznek rockoperából részletek, lesznek filmzenéből részletek, lesznek régi, hogy most mondjam, közös munkáink, és hát persze a kormorána, ugye a második felvonásban. És ez a könyv, a Szűcs, 60 év feketén-fehéren, és tényleg meg is mutatom a kamerának, hogy tényleg fekete-fehér maga a könyv. Ez milyen apropóból született, hogy régen volt az már benned, hogy annyi minden történt velem, és ezt olyan jó lenne az emberek tudtára hozni? Vagy jó kis sztoriaim vannak?
Onnan indult, hogy ugye sokszor megyünk nyilatkozni koncertekről, és ugye föltesz a riporter egy kérdést, és aztán általában a kérdés, vagy a válasz felénél beleszól, hogy és akkor mi volt még akkor, meg ekkor. És úgy mindig bennem maradt egy-két mondat, és gondoltam, hogy egyszer majd leírom. És ez egy jó pár évvel elkezdtem ezeket leírni, és aztán van egy újságíró barátom, a Dalia Laci, megmutattam neki, mondom, szerinted ebből lehetne? Fú, azt mondja, zseniális, gyere, segítek, és elkezdtük. Úgyhogy egy jó két-három év alatt jött össze ez a könyv. 60 éves lettem, és gondoltam, hogy egy kis leltárt csinálok az életembe. Ez ugye tavaly volt, sajnos a Covid miatt tavaly is volt már kitűzve egy koncert, de az elmaradt, úgyhogy most igyekszünk a polgármesteri hivatal nagyon kedvesen segít, támogat. És mint a újpesti művészt, igen, az újpesti önkormányzat. Igen, igen, és aztán a Bedő Katával meg is beszéltük, hogy megpróbáljuk még ezt kihasználni. Ugye a karácsony, itt van a karácsony a nyakunkon, és nagyon sok olyan szegény család van, szegény gyerek itt Újpesten, akik nem nagyon kapnak semmit. Úgyhogy megkértük a közönséget, hogy nincs belépő, de mindenki hozzon egy doboz szeretetet. Tehát egy kis dobozba valami kis ajándékot, megunt játékot, könyvet, esetleg kis ruhát. Ebben is megpróbáljuk az újpesti gyerekeket támogatni. Szóval nem csak egy emlékezés lesz, hanem igazából egy jótékonysági És advent, és karácsony. Most Anitához fordulok, hogy az ismerettség az mióta tart, és miből jött, és ne áruljuk. De nyugodtan. Remélem, jó, nincs takargatni való. Tegnap előtt. Én az Istvánnal körülbelül, mondok egy számot, aztán lesz, ami lesz. Körülbelül 36-37 éve ismerem. Óvodás. Én még óvodáskor. Ő egy kicsit, egyébként igen. Tehát, hogy pont 5 év van közöttünk, de egy hónapban születtünk, úgyhogy ez is a két bika. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon régóta ismertük egymást. A kezdő énekesnő voltam, és akkoriban többször kaptam lehetőséget külföldi fesztiválokra. És hát kellett egy dal, igen, mondjuk így. Kell egy dal. Kell egy dal, igen. És ott találkoztam a TomTom stúdióba az Istvánnal, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Hát annak idején a fesztiválok egy kicsit mások voltak, mint most, hát ott nagy zenekarra kellett. Élőben. Tehát, hogy, és az István, én ezt mindig elmondom, most nem azt mondom, most a másik részét mondom el, hogy hát egy nagy zenekarra úgy tud megírni egy popdalt, fantasztikusan. A hangszerelésbe is. Tehát a hangszerelésbe is, igen. És akkor onnantól kezdve mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és aztán mikor ugye volt a 88-as Interpol Fesztivál, utána az én turnémon ő volt a billentyűsünk. A billentyűsöm, tehát jött velem akkor is, ami egy igen nehéz feladat, és most fogom elmondani, amit mindig szoktam, hogy nagyon sokat próbáltunk, és neki abszolút hallása, meg gondold el egy énekes. Jaj, ez borzasztó, igen, Istenem, amikor, de ne alatta vagy, de nem vagyok, de alatta vagy, de nem vagyok. Nem, ilyenről szó se volt, de mindig így tudod is sandítva, hogy... És akkor úgy énekeltem, meg volt egy olyan gospel dal, ami a cappella kellett elkezdeni, és meg kellett érkezni egy bizonyos hangra, és akkor mindig így néztem az Istvánra, hogy jó helyen vagyunk. Egyébként szigorú? Mert hogy ugye... Kicsoda. Jaj, nem. Éppen azt mondtam odakit, hogy aki az Istvánnal összeveszni, az megérdemli egyébként. Tehát, hogy nem. Mert most... általában, bocsánat, azok a mondjuk a zenészek, művészek, bármilyen művészeti kategóriában beszélünk, akiknek ugye nagyon képzettek és hihetetlen sok tanulás van mögöttük, azok általában az elvárásaik is mindig nagyobbak a többi művész felé. Igen, de hogy mondjam, inspirálni kell a művészt. Uh-huh, tehát, hogyha egyből azt mondom, hogy ez így ez szörnyű, így, akkor görsbe fog jönni, és még rosszabb lesz. Tehát azt kell mondani, hogy ez nagyon jó, annyira jó, hogy mi ezt most még egyszer megpróbáljuk fölvenni. Volt ilyen sokszor, hogy olyan jó volt, hogy ez még egyszer, de nem baj. Nem, én ennek egyébként baromira örültem, meg nagyon örülök, és pontosan ez, hogy inspirálni kell, és az István baromira jól tudja. Tehát, hogy most egész nyáron elég sokat voltunk együtt, ha ezt megemlíthetem az új Anita lemez kapcsán, írtuk a dalokat. Hát, hogy
mint kés a vajba, tehát nem tudok mit mondani, tehát olyan könnyű volt dolgozni vele. Tehát hogy egyszerűen, nem, azért mondom, hogy összeveszni biztos, hogy nem. Van olyan, hogy például egy zenész, úgy, mint te, vagy egy énekes, azért például választja továbbiakban is mondjuk több szám vagy több lemez megírására, mondjuk a Szűcs István, mert azt mondja, hogy nem csak mint zenésszel, hanem emberileg is mondjuk vele szívesebben dolgozom, mint bárki mással. Nekem van egy stúdióm, egy hangstúdióm Újpesten, és nagyon sokan ezért jönnek hozzám, mert én meg hangszerelem, följátszom a dolgot, és sokszor meg is írok egy-két dalt hozzá, és utána ott fölveszik nálam, mert olyan a kapcsolat, tehát szeretnek ott dolgozni, mert az ember megpróbálja a legjobbat kihozni. Van, amikor azt mondom a énekesnek, vagy éppen a zenésznek, hogy most ezt hagyjuk abban ma, ennek nincs értelme. Rossz nap van, meg mit tudom én, süt a nap, nem süt éppen. Tehát, hogy ki kell várni a művésznél azt az időt, amikor tényleg vele az apait, anyait is, van benne lélek, és van benne szív. Mert egyébként megválogatod, hogy kivel dolgozol, vagy kinek írsz szívesen? Tehát nem kopogtathat be mondjuk akárki hozzád? Hát hál' Istennek most már nem. Volt olyan idő, amikor mindent el kellett vállalni, ebből él az ember, de itt dolgozom Újpesten, egy ifjúsági házban, továbbra is nagyon támogat engem a kerület, úgyhogy most már tényleg ez kell. Rád? Igen, úgy érzed, érzem. Hogy hogy mint újpesti lakos, meg aki itt nőtt föl. Két és újpesti kitüntetésem van, Újpestért díjat kaptam már kétszer, úgyhogy abszolút, és nagyon szívesen. Lokálpatrióta vagy? Abszolút, nagyon. Piacon megismernek, ugyanahoz a kofához járok, húsboltba ugyanoda járok, szóval. Vannak egy-két kocsmáim is, ahova járok, úgyhogy nagyon. Ja, azt hittem, hogy saját tulajdon, tudod, hogy teljesen. Na, milyen látod, csak érdemes zenész. Csak valami, hogy nem tudok róla, tudod. Egyébként ennyi hihetett, tehát egy ekkora munkásság után még mindig van olyan a fiókban, amit nem mutattál meg, és azt gondolod, hogy még várat magára? Ezek nem fiúk, én nem, ugye ezek a rockoperák például, ezek alkalmazott zenék. Tehát nem az van, hogy én kitalálok egy gyönyörű dallamot, és akkor azt valaki majd csak megveszi. Nem fölkérnek mondjuk a Trója című rockopera megírására, akkor foglalkozni kell avval, történelmi vetületeket, olvasni kell. Görög zenéket hallgattam, török zenéket hallgattam, hogy egy picikét bele ássa magam. Tehát most is van, hál' Istennek, két-három olyan feladat, amiben megbíztak, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Nincs még kész, de gyűjtöm az inspirációt hozzá. És kik lesznek a fellépők? 17-én az igen, Anita mellett. Mondani. Anita, mert ő itt van, és őt biztos nem felejtem, Janicsák Pista, ővel is ugye az Zizilaborból is dolgoztam. Igen. Aztán Papa Dimitrijú Atina, Pintér Tenya, ők is jönnek ketten, egy duettet fognak énekelni, meg beszélgettünk. Szasza, Zendrei Zsolt, ővel együtt katonáskodtam. Egy kicsit más zenei világ, de imádom őt is. Gödi Gézengúzok, egy ilyen kis rock iskola, ilyen musical stúdió. Akiket... Ezek ilyen gyerekek, ugye? Is, velük szoktál együtt dolgozni. Vagy 30 éve őket is támogatom, vagy igyekszem nekik segíteni. A Felvidéki Rock Színház tagjai eljönnek, ők is fognak egyet énekelni. Lőrinc Gyuri barátom, aki a Pai együttessel alakítottuk ketten. Ki jön még hirtelen? Remélem, nem hagyok ki senkit. Nem baj, aki... Jön még egy-két újpesti vendégem. Ezt a könyvnek a borítóját például Zsoma Zsuzsa készítette. Nagyon szuper, grafikai alkotás, olyan jó. És első szóra, amikor mondtam neki, hogy készülök egy ilyenre, és valami nagyon extra könyvborítót szeretnék, hogy nem tudnál segíteni egy kicsit, és akkor mondtam. De látom, hogy tele van egyébként illusztrációkkal, tehát vannak benne fotók is, igen. Például Várai Misi fotói. Igen, ugye. Kerekes Gyuri fotói. Igen, az Újpesti médiának is egyébként ő a fotósa. És vannak benne jó kis egyébként történetek róla, tehát hogy aki picit nem feltétlenül mondjuk a zenei munkásság, de mondjuk különböző énekesekkel, zenekarokkal, színészekkel történt találkozásokat is olvashat igen. Benne. Tehát ez a fekete-fehér nem csak azt jelenti, hogy zongora, hanem hogy én nem kertelek, én megmondom a véleményemet. Egyszer-kétszer egy-két nevet mondjuk nem írok oda, hogy kiről írtam, mert aztán, hogy nehogy megsértődjön. De lehet, hogy ki találhatja azokat. De az ismerőseim tudják, hogy kiről írom éppen a
dolgot. Persze, ez egy őszinte. Pontosan kérdezni akartam, hogy ugye 60 év feketén-fehéren, hogy egyébként magad is egy ilyen szellemiségben élő ember vagy, tehát vagy fehér, vagy fekete. Milyen vagyok? Jaj, nem. Azért színesen vagy. Nem, abszolút, teljesen nyitott. Tehát, hogy én nem tudtam még olyat kérni tőle, amit azonnal, ne azt mondta, hogy persze, gyere, csináljuk. Tehát, hogy, és nem csak én, bárki, akivel most már szeret együtt dolgozni, vagy aki túl mondjuk így kiválaszt magának. Tehát, hogy nem hiszem. Az meg szerintem teljesen jogos, hogy ilyen pályafutás után az ember már megválogassa, hogy kivel akar dolgozni. Szerintem az teljesen természetes. Igen, pont én is azon gondolkodtam, hogy ugye nem csak a kormorán, vagy a könnyű zenei, vagy ugye a rockoperák, vagy a film. Tehát, hogy az, hogy már ebből sokkal de hamarabb csinálhatál volna egy jubilát, mert az 50 ezért... Már akkor bizony. Hihetetlen mennyiségű anyag volt, tehát nem is tudom tényleg, hogy ezt egy estében hogy fogod tudni belesűríteni, vagy... Majd a 70-nél. Vagy két évente kell csinálni most már egy jubileumi koncertet, csak igen. Akkor lesz, hogy szépen minden második bemutatva. Bővített kiadás. Én azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom, meg én nem is nagyon akarok ilyen többet, azt mondtam, ez a könyv egy is kész, soha többet ilyen, nem értek hozzá, ez egy teljesen más világ. De valamit az emberben mindig munkálkodik, meg szeretnék velük találkozni, meg beszélgetni, meg imádok zenélni. Tehát kint a színpadon lenni és látni a közönségnek a szemébe, hogy az, amit pár héttel ezelőtt egy nyugdíjas klubba léptünk fel Anitával, pont a könyvről beszélgettünk, volt ott 20-30 nyugdíjas néni, nem is nagyon ismertek, és elkezdtem beszélgetni a könyvről, vagy elkezdtünk beszélgetni, meg énekeltünk egy-két dolgot, és kinyíltak a szemek, és jöttek, azóta nem tudom hány levelet kaptam már tőlük, hogy milyen aranyos, és milyen jó, és megvettek egy csomó könyvet, pedig hát a nyugdíjasoknak ez nem... Szóval, hogy ezért igen. Érdemes, tudod? Nekem legalábbis engem ez hajt, hogy az embereknek egy kis örömet fontos szeretni. Az ennek, tehát, hogy amit a színpadon megélsz, meg mint zenészek, és az lemegy a közönség felé, akkor fontos, hogy ott, amikor állsz a színpadon, akkor érezd az energiát, és visszafele. Nagyon fontos. Persze, hát ez interakció. És az inspirál, és akkor azt mondod, hogy akkor holnap után érdemes beülni az autóba, és ezért ülök be. Még 250 kilométert lemenni, és megint kettőt visszajön. Persze. Igen. Ezért csináljuk. Sőt, igen. Azt mondom, hogy mondjuk a harmadik nótának a Vemhénél már látom, hogy elkezdenek tapsolni, mert már fölismerik, hogy melyik. Onnantól kezdve még jobban fogjuk játszani a színpadon, vagy még szívesebben. Igen, szóval ez sajnos, vagy nem sajnos, hál' Istennek, ez így van. Tehát ez egy oda-vissza kapcsolat. Bocsánat, hogy közbeszorok, csak hogy még a könyv kapcsán, hogy amiről mindig kevés szó esik egy művész esetében a pályafutása kapcsán, a gyerekkora. És szerintem az Istvánnak ez is egy nagyon fontos kiinduló pontja volt a gyerekkora, és én azt gondolom, hogy ebbe a könyvbe ez is benne van. Benne van, igen. Benne van a szüleiről, hol született, hol nevelkedett, hogy került fel Budapestre, mivel foglalkozott. Ezek mind olyan dolgok, ami még talán egy kicsit személyesebbé teszi az István. Tehát nem csak azt látják, hogy ő egy fantasztikus billentyűs, hanem egy kicsit mögé látnak a hátterének. És szerintem ez is nagyon fontos, és nagyon érdekes egyébként. A gyökerek, tehát az, hogy a gyökereinket visszük magunkkal, hogy honnan származunk, és az mondjuk a zene szeretete, vagy a tisztelete, vagy az, hogy mikor válik az ember lényévé, mondjuk akár egy művészeti ág, és aztán mondjuk az egész életébe végig kíséri. Tehát, hogy téged azt mondja az Anita, hogy a gyermekkorod valószínűleg nagyon befolyásolt, hogy az lettél, aki vagy, mind művész és mind ember. Igen, mert mind a két papa és mama is zenetanár volt, pedagógusok voltak. Gyakorlatilag én a pólyán, vagy a anyatejjel magamba szívtam már a zenét, és természetes is volt, hogy ott mindenki zenél a családban. Nővérem is, és 5 éves korom óta meg tanítattak. Hát ők is tanítottak, de hát más tanárokhoz is jártam, úgyhogy ez egyértelmű volt. Amikor 8. választani kellett ugye pályát, hogy mi leszek, hát nem is értettem, hogy miért kérdezik meg. Hát, ez egyértelmű. Nem, mi lennél? Nem villanyszerelő, hanem... És aztán még egy nagyon érdekes újpesti dolog, akkor én ebben nem foglalkoztam. A szüleim itt éltek, Újpesten és Rákospalotán. De az 56-os események miatt megszűntek a munkahelyek, akkor nekik éppen,
és fölajánlották az apukámnak a Nagybátonyi Zeneiskola igazgatósága. Akkor nyílt az a zeneiskola, és akkor leköltöztek, lakást is kaptak, és akkor ez egy jó dolog volt. Én ott születtem, ugye 14 éves koromban fölkerültem Pestre, éltem én mindenhol Budapesten, itt adtam ott, és valahogy tényleg teljesen véletlenül, vagy a Jóisten, 89, igen, 89-ben valahogy ide kerültem, először a stúdiónak találtam egy helyet, itt béreltem a stúdiót, aztán egy lakást szereztünk, először csak albéletben laktam, és azóta itt élek. És aztán, mikor itt éltem, akkor eszembe jutott, hogy apu mesélte, hogy régen a, hogy is hívták, a, pont az ifjúsági ház mögött van a Kozma, azt hiszem úgy hívták, ilyen hangszerjavító, hogy oda járt, még fiatal korában ott javított a csellóját, anyukám a Klarisseumban nőtt föl, vagy hát oda jártak minden vasárnap. Szóval, hogy egy csomó minden ideköt, és hogy milyen véletlen, hogy az élet megismételte, és én is itt lettem, újpesti lakos lettem. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon szép Újpesttel dolog. Együtt lélegzel. Igen. És de egyébként, hogy nem csak koncert lesz, hanem azért például, aki majd szeretné dedikáltatni, ugye, 17-én, akkor azt is megteheti, ugye? Természetesen. Jól van, köszönöm Várom szépen, hogy eljöttetek, és sok meghívást. Kívánunk sok nézőt, kívánok neked még nagyon-nagyon, hogy még tegyél bennünket boldoggá a csodálatos számaiddal, aztán majd hát a 10 év múlva megint egy jubileumi koncert. Jó, legyen így, és akkor 60 év feketén-fehéren Szűcs István könyvét vegyék meg, lapozgassák, olvasgassák, és hát akinek van kedve, az látogasson el, akkor december 17-én az Ifjúsági Házba. Hány óra? Délután 5. Délután 5 órától sztárokkal, Szűcs Istvánnal, Kormoránnal, természetesen mindennel együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a Köszönjük meghívást. Szépen. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok Istennek fia, aki született Jászolban, Jászolban, ő lesz néktek üdvözítőtök, valóban, valóban. Mennyből az angyal lejött hozzá, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássák.